A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban ellátogatunk egy természettudományos vetélkedőre, foglalkozunk az alkoholizmus lehetséges gyógymódjaival, végül pedig megmutatjuk, hogy milyen is a zeneovi. Tartsanak velünk! Kilencedik alkalommal szerveztek hetedik osztályos tanulóknak természettudományos vetélkedőt. A verseny során a diákok az elektronika és a robotika világával ismerkedhettek meg. Mindenkinek nyilvánvaló, hogy nagyon sok sikert kívánok. Ezekkel a gondolatokkal buzdította a Vasvári Pál általános iskola igazgatója a természettudományos vetélkedő második fordulójának résztvevőit. A megmérettetésre a város általános iskolás tanulóin kívül érkeztek gyerekek Soponyáról, Dunaújvárosból és Pázmándról is. A versenyzőknek a délután folyamán Vasvári tanulóktól hallott előadásokhoz kapcsolódóan kellett feladatlapot kitölteniük. Engem az informatika és a robotika az nagyon érdekel, tehát gondolom a csapat is, és ezer jelentkeztek. És nagyon izgatottan vártam ezt a napot, mert ez nem mindennapi esemény. Az előadók részéről is kellő felkészülést igényelt a második forduló. Csoportosan készültünk fel erre az eseményre. A csapattársaim is, vagyis azok, akik előadnak szintén, mint én, azok is nagyon izgatottan várták ezt a napot. De a várakozás mellé egy kis izgalom is társult, árulta el a 7. B-osztály tanulója. A sokosságtól, tehát a többi embertől, hogy mit fognak szólni rá. Mi lesz a véleményük az előadásról, és hogy bekerülünk-e a válogatott csapatba, mondjuk így. Az ezt megelőző fordulóban a kicsik készítettek kollást, lépegető szerkezetet, és részt vehettek madárlesen is. A kalandozás a természettudományok birodalmában vetélkedő megálmodója azt mondja, számos készséget fejleszthet egy-egy ilyen feladat a gyerekeknél. Internetes kompetenciák, a technika órákon hogyan lehet egy építőcsomagból összeépíteni egy szerkezetet, meg maga, hogy egy négyfős közösség összetart, és hajtanak azért, hogy egy közös munkaeredményeképpen be tudják időre küldeni a produkciót. A megszerzett pontszámok hozzáadódtak az internetes szakaszban elértekhez. Ez alapján dőlt el, hogy a 8-ból mely csapatok juthatnak tovább a március 8-i döntőbe. Állandó házi orvos vendégünkkel, Mosolygó Évával azon tanakodtunk a minap, hogy a decemberi hónapban egyszer csak foglalkoztunk az alkoholizmus témával. Miután jöttek ugye a karácsonyi ünnepek, fontosnak tartottuk, hogy beszéljünk erről, és hát Évával azt beszéltük, hogy lehet, hogy ennek a témának nem volt teljesen vége, mert hogy egészen odáig eljutottunk, hogy mi is az az alkoholizmus, milyen problémákhoz vezethet, stb. De arról nem beszéltünk még, hogy milyen gyógymódok lehetnek, hogyha valaki felismeri, illetve valakinek a családja akár felismeri ezt a problémát. Úgyhogy újra itt köszöntöm a stúdióban Mosolygó Éva házi orvos. Szia, köszöntöm. Én is köszöntöm a nézőket is. Köszönöm, hogy újra beszélgethetünk erről a témáról. Hát azt elmondhatom szerintem, hogy téged sokan megkerestek ennek a témának kapcsán, mert hogy ez egy nagyon fontos téma. Ez is mutatja, hogy mennyire. Igen, és hát tényleg az, ami még sajnos nem fér bele a múltkori műsoridőbe, az, hogy megbeszéljük aztán az utóéletét ennek az alkoholizmus témának. Igen, és talán a legfontosabb célja annak, amit mi csinálunk veled, hogy szemléletet formáljunk, hogy ismeretanyagot adjunk, és leginkább szemléletet formáljunk, mert hogy az egyik legnagyobb baj, hogy olyan megbélyegző alkoholistának lenni Magyarországon, hogy ez már önmagában egy óriási akadálya annak, hogy lépni tudjunk valamit, tudjunk javítani, elindítani valami jó folyamatot, mert hogy alkoholistának a részeges, van egy ilyen kifejezés a magyar beszédben is, hogy a részeges embereket tartják. És szeretném hangsúlyozni, hogy a mai műsor, a mai beszélgetésünk ahhoz a szürke zónában lévő emberekhez szól, akik
nem ismerték fel, vagy nem akarják felismerni. Tehát szürke zónának nevezzük azt, aki még nem a földön fekvő kategória, ott már nagyon nehéz azt az utat befolyásolni, de nem is a kezdeti, hanem ahol már masszív alkoholkezelési probléma van, ugyanis a modern tudomány már nem is alkoholizmusnak hívja, részben emiatt is, hanem meg a természetességbe való beolvasztása miatt az alkoholkezelésnek a kóros mi volta, az alkoholhoz való viszony kórossága, az az alkoholfüggés, amihez hozzá lehet nyúlni. Ugyanis a tévhittel, az egy tévhit, hogy ezek az alkoholista emberek a leges, legnagyobb számban Magyarországon, is tudjuk, hogy sajnos nagyon sokan, rettenetesen sokan vannak, családban él, felismerhetetlen, ez a szürke zóna. Rendezett körülmények között Rendezett körülmények között, és nagyon sokszor ő maga sem tudja magáról, csak éli az életét, vagy ha így fel akarjuk vetni, hogy kik ők, akikről beszélünk, és akihez szólni akarunk, hogy sokszor nyúl a pohárhoz feszültségoldás céljából, éli az életét, és csak azokat a tüneteket vehetjük észre, azokon keresztül az alkohol függésnek a tüneteit, hogy olyan agresszívebben szól a gyerekhez, nyugtalan, hogy mindig eszébe jut az alkohol, hogy most este majd iszik egy pohár volt, mert rengeteg volt a gondja ma a munkahelyén, nagyon sok vezető alkoholfüggő nem akarja, és nem tudja magáról elismerni. És körülbelül ez az a terület, akár vezető, akár nem vezető, akár szegény, akár gazdag ember, ahol nagyon-nagyon sok ember van, akiknek lehet változtatni az életén, és meg lehet hosszabbítani az életét azok szerint, amikről most beszélni fogunk. Igen, ez nagyon nehéz, ugye, hogy valaki mondjuk minden nap, ahogy mondtad, hazamegy mondjuk akár egy vezető, vagy tök mindegy, milyen pozícióban dolgozik, hazamegy, feszültségoldásképpen megiszik egy pohár bort, vagy kettőt, vagy lehet, hogy néha hármat, és azt gondolja, hogy de hát most én, velem semmi baj nincsen, hiszen hát nem dölöngélek én itt állandóan, meg mindig tudatomnál vagyok. Ugye azt is mondják, hogy aki egyre többet iszik, az egyre jobban ugye hozzászokik, és hát nem is nagyon lehet rajta észrevenni talán. Tehát, hogy jó lehet, hogy ahhoz már egy bizonyos mennyiséget el kell, hogy fogyasszon, igen, de hogy az a napi mennyiség, az nem biztos, hogy látszani fog rajta, hogy egy kicsit ilyen bódultabb állapotban van. Legtöbbször nem látszik, és emelni is kell az adagot, hogy az az érzése, az a hiányérzet megszűnjön, amit érez a kezdeti szakaszban egy függő ember. És hogy még a szemléletre annyi időre visszatérnék, hogy mitől válik valaki olyan típusú emberi, hogy ezt betegségként kezeljük, mert a legtöbb betegséget, ha beteg a térdünk, egy térdüzület, ha beteg a szívünk, akkor tudjuk konkretizálni, hogy ez a terület itt hibás bennünk, de hogy amikor valaki alkoholfüggővé, alkoholtól függő emberré beteggé válik, akkor az mi miatt alakul ki, ha ezt feltárjuk, és a pszichiáterek, az addiktológusok nagyon sokat dolgoznak ezen, mert onnan kell kezdeni, hogy feltárjuk, akkor legtöbbször valamilyen gyerekkori sérülés, valami pszichés trauma áll a háttérben, vagy magányosság, társtalanság, vagy olyan feldolgozatlan élmény, ami e felé a megoldás felé, egy látszólag könnyű megoldás felé viszi az embert, és az elvonási tünetekről is rossz szemlélet él az emberekben, mert azt hiszik, hogy ez csak ez a kézremegés, meg az agresszív viselkedés, de a legnagyobb részét a szürke zónának az embereinél, a legnagyobb részben az elvonási tünet, az az üresség, és az egy kőkemény, gyilkos tünet, mert azt a hitet kelti az emberben, hogy ő nem függő, hiszen csak egy ürességet érez, és azt egyáltalán nem sorolják az emberek az alkohollal összefüggésbe hozható kategóriába, amit éreznek ebben a stádiumban. És ez az ürességérzés, ez megszűnik azzal, hogy majd találkozom a barátokkal, aztán levezetjük a feszültséget, kifújjuk a gőzt. A kóros tünetek először nem azonosíthatók eleinte, és akár évekig nem hozhatók összefüggésbe az alkohollal. Ez az egésznek a rákfenéje, meg a csapdája. Igen, a tünetekről azért, illetve a következményekről a múltkor egy picit már beszéltünk, akár a magas vérnyomás kialakulása, stb. De most eszembe jutott az, hogy amikor, ha mondjuk valaki drogos, mert ugye azért ez is egy drogfüggőség, hívják annak is, hogyha mondjuk valaki drogos, akkor ugye úgy próbálják leállítani a drogról, hogy soha többet semmit. Ugye ez lenne a végcél. Na most egy alkoholistánál
aki mondjuk annyira hozzászokott ahhoz, hogy mondjuk ezt a napi egy-két pohár bort megissza, hogy nem lehet, most nehéz ezt a kérdést megfogalmazni, tehát hogy úgy el kell vágni ezt a dolgot, hogy tényleg soha többet egy pohárral sem, vagy az ugye nyilván az alkoholisták, illetve ilyen szinten a borozgatás az azért talán megengedhető, ha vissza tudja terelni ezt egy normális mederbe. De azért itt a határokat megszabni, ha már felismeri valaki, az nagyon nehéz lehet. Igen, és amit kérdezel, az addiktológusokat, az a függőségekkel foglalkozó pszichiátert hívjuk addiktológusnak, a függésnek a legismerőbb szakembereit, őket is foglalkoztatja, és van is két nézet ezzel kapcsolatban. Az egyik a betegség teória, hogy az alkoholizmus egy életre szóló krónikus betegség, és a legjobb esetben alkoholfogyasztása nélkül, nulla alkoholfogyasztásával tünetmentesen lehet élni, de amíg él az alkoholista, az alkoholfüggő, amíg él, beteg lesz. Hiszen ez hát az alkohol visszaeshet, ugye? Igen, igen, igen. Ez a betegség magyarázata. A másik az egy alternatív modell, úgy hívjuk, ahol, ami azt mondja, hogy ők nem örökké, ez nem egy életre szóló betegség, hanem a kiváltók, amiről beszéltünk, hogy a gyermekkori traumák, meg felnőtt korban élt feldolgozatlan pszichés terhek és egyebek, ezeknek a háttér eltéréseknek a megszüntetésével gyógyítható maga az alkohol függés folyamata is, és talán az a jó út, az elsővel az a baj, a betegség modellel, az a baj, hogy az egy nagyon nyomasztó érzés azt tudatosítani egy emberben, hogy ő alkoholfüggő, és amíg csak él, ennek a betegségnek a rabságában lesz, és neki örökké ébernek kell lenni, és nulla mennyiséget kell fogyasztani. És Magyarországon ez a nézet a domináns. Sokkal inkább a nyugati országokban jellemző az alternatív modell, de talán az egy jó út lehet, nem ilyen szigorúan elvágva, hogy akkor már a kezelésről is szóljunk, hogy elindulni egy ártalomcsökkentés útján. Ez azt jelenti, inkább a magasan, hogy is mondjam, magasan kvalifikáltabb embereknél szokott ez sikeressé lenni, hogy sok-sok ismeret és tanulás útján megtanultatni, megtanítani a magában bajt felismerő embert az alkohol hatásaira, az alkohol lebontásának hatásmechanizmusára, a károsító dolgokra, és azon keresztül, hogy ha ő segíteni akar ezen, és ki akar ebből kerülni, akkor először csak csökkenteni az ivás mennyiséget, elkerülni, megtanítani, hogy mennyire fontos tudatosan elkerülni az olyan szituációkat, ahol ő sokat szokott inni, megtanulni ezt a folyamatot, és és találni egy segítő személyt, aki ezen az úton segíti. A segítő személy lehet, kell, hogy legyen ebben a csapatban, ez mindig csapatmunka, ezt nem győzöm hangsúlyozni, ez nagyon fontos, kell, hogy legyen mindenképpen egy szakember, legtöbbször egy orvos, vagy a házi orvos, vagy egy pszichiáter, vagy egy teljesen szakértő addiktológus, és jó, ha a családok vagy családból valaki, egy nagynéni, nagybácsi, egy nagymama, egy testvér, egy apa, egy gyerek, az ember gyereke, aki jót szeretne, mindegy, az a lényeg, hogy milyen rokoni vagy baráti viszonyban vannak, akiben maximálisan megbízik az alkoholfüggésben szenvedő ember, és mer őszinte lenni vele, és elfogadja az őszinte beszélgetéseket. Az a külső segítség, az mindig nagyon-nagyon jó. Én meg egy szakember, és a segítő ember. És ha ez az út, ez az alternatív út ivásmennyiség csökkenést hoz, és ebből a súlyosabb fokozatból, a függés súlyosabb fokozatából ki tud kerülni kisebb alkoholmennyiségekkel, akkor az egy nyert ügy. Mert az az ember már tudatosan uralja az életét, ismeri a saját viselkedését az alkohollal kapcsolatban, és ez egy nagyon boldog, optimista, sikerhez vezető út. Ha nem, akkor muszáj a teljes abszinencia útjára lépni, a Magyarországon domináns betegség tudatos módszerrel, és arra is megvannak, beszéltünk arra is, hogy hogyan kell, kihez kell fordulni, milyen lehetőségek vannak, mit kell csinálni. Igen, hát ugye az fontos szerintem elmondani, hogy ugye vannak ezek az anonim alkoholista csoportok. Nagyon is. Nagyon fontos, és ez bármennyire tűnik, régen csak a filmekből ismertük ezeket, ezek nagyon sikeres módszerek. És az embernek van egy ilyen visszássága, szintén a betegség tudat miatt, hogy én is beteg vagyok, és oda megyek a többi beteg köré. Ha azt az első alkalmat legyőzzük, Magyarországon 150 településen van ilyen csoport, Budapesten majdnem minden kerületben,
Nincs olyan ember, aki ne tudna elérni egy ilyen csoportot. Az első alkalmat kell legyőzni, magunkat legyőzni az első alkalommal. Nagyon eredményesek, nagyon jól működő csoportok. De vannak, ha valaki nem akarja, sok oka lehet ennek, akkor vannak magánúton elérhető addiktológusok, ezek meglehetősen drágák. Aki megengedheti magának, ez is járható út, és akkor csak vele foglalkozik az addiktológus. Ez is elég sikerrel kecsegtető út, hogy egy addiktológus segít a felmerülő, aktuálisan felmerülő panaszok, problémák, nehézségek legyőzésében. Vannak online elérhető kurzusok. Ezek sajnos ma még angol nyelvűek. Aki tud jól angolul, nagyon jók és olcsóbbak, mint egy magán addiktológus megfizetni. Vannak nagyon jó szakirodalma. Zaher Gábornak a könyvét tudnám ajánlani. Dudics Dénesnek zseniális könyve van. Dr. Kapitány Fővény Máténak nagyon jó könyve van. Nagyon sok jó videóanyag van fönn. Hadd mondjam el, ez egy kicsit személyes lesz, Kvalla Gábornak az alkotása. Egy nagyon bájos történet. Az a neve, ha így beírjuk a keresőbe, megtalálható a online térben, hogy Buffurz bácsi meséi. Ez egy nagyon bájos, igaz történet, egy alkoholfüggő embernek a története. Nem is hosszú, és nagyon élvezetes, és nagyon bájos, szerethető, igazi jó segítség, jó példa az igaz történetek közül. Szóval segítanyag is nagyon sok van. Nem véletlenül a végén mondom, hogy gyógyszeres segítség. Muszáj, mivel az alkohol nem csak a májat károsítja, nem csak a szívet, az ereket, nem csak magas vérnyomást okoz, hanem olyan pszichés, másféle korképet generál, hogy a depresszió szinte minden alkoholfüggő embernél felelhető. Rosszul alszanak ezek az emberek, dekoncentráltak, memóriazavarral küzdenek. Ezeknél nagyon jó gyógyszeres segítség lehet az átmeneti gyógyszerelés. Mindenki óckodik a gyógyszerszedéstől. Egy alkoholfüggő ember különösen, mert azt mindenki tudja, hogy az alkohol és a gyógyszer nem összeférhető. De akkor kénytelen letenni az alkoholt. Egyrészt van egy ilyen vonzata is, másrészt mellette is van olyan jó segítség, ami viszont azon az úton, hogy csökkentse az alkohol mennyiséget, nagyon jó gyógyszerek vannak ebben, és vannak depókészítmények. Szándékosan nem is akarok erről beszélni. Uh-huh. Orvos segítsége is kell ebben a dologban. Jó, ehhez csak egyet akartam kérdezni, hogy antidepresszánsról és nyugtatókról, ilyesmikről. Van szó. És igen. És mikor van az, hogy mondjuk egy elvonókúrára kell menni? Manapság van-e még ilyen? Mert régebben sokat lehetett erről. Van, abszolút, hogyha az elvonási tünetek súlyossá válnak, akár életveszélyes állapotba is kerülhet az, akinek a mindennapos alkohol muszáj, különben rosszul van, elájulásig is mehet a dolog, vérnyomás kiugrásig mehet a dolog, amikor már mindennapos kérdés, és az alkohol megvanásával látjuk, hogy olyan fokú rosszul lét jön létre, ami az életet veszélyezteti, akkor csak kórházi körülmények között létezik az elvonás ténye. Csak most nem erről akartunk sokat beszélni, de akkor csak kórház, akkor házi orvos, pszichiáter, kórházi kezelés, és ezek is sikertörténetek. A beszélgetésünk elején egy pillanatra említettem ezt a visszaesést, mert hogy ugye ez bármikor előfordulhat. Ezt hogy lehet vajon elkerülni, ha valaki mondjuk nem feltétlen gyógyszeres úton, és mondjuk nem feltétlen egy kórházi körülmény között? Csak tudatos gyógyul. Életvezetéssel, és ehhez persze van segítségünk, akár a segítő ember, akár a házi orvos, mindenki, aki bennünket szeret, ha mi vagyunk az érintettek, csak a tudatossággal és azoknak a szituációknak a tudatos elkerülésével, ha csak lehet, ami tudjuk, hogy nálunk a poharas pohárhoz nyúlás megoldását szokta hozni a tudatos életvezetéssel, és hát azoknak az örömöknek a megélésével. Meg az egy nagyon fontos gondolat, szeretném elmondani, szokták kérdezni a betegeim, hogy mikor hal meg, mikor fog meghalni az alkoholista hozzátartozó. Különböző motivációkkal kérdezik ezt tőlem. És egyébként mindenféle érzelemnek a vonulata érthető, a hozzátartozók aggódásai és haragja. Ezekben a szituációkban ez nem egy olyan könnyű út, mint ahogyan most esetleg tűnhet a beszélgetésünkből, ez egy nagyon göröndös, piszak nehéz út, és mindenkinek érthető az érzelme ezekben a helyzetekben. De lehet, 20 évig is el tud élni egy alkoholista. A drogfüggő nem szokott élni 20 évig. Egy alkoholista 20 évig is élhet akár, de pocsék életet. Közben nem élvezi az életét, mert a mindennapjában jelen van
az alkoholnak a szerepe, a hiánya, a megszerzése, a szégyene, a hozzátartozók felé, a viszony romlása. Szóval az egy pocsék élet. És aztán hirtelen valamilyen szervkárosodás miatt szokott bekövetkezni a gyorsabb halál már a végén, mindig csúnyán. De én azt szeretném mondani, hogy aki bátor, és szeretné az örömeit megélni, és fontos a szeretteinek, és neki is fontosak az a közeg, ami körülveszi, akkor érdemes ezen elindulni, ilyen-olyan segítség igénybevételével, mert hát azt nem tudom elég jól szemléltetni, hogy mennyire megéri egy szép, örömteli életért. Hát legyen akkor most ez a végszava a mi beszélgetésünknek. Remélem, hogy sokan, akik hasonló helyzetben vannak, most ide figyeltek és megszívlelik, amit mondtál, akár beismerik ezt a problémát, akár nem. Köszönöm szépen, várunk máskor is. Én is köszönöm. Nagy népszerűségnek örvendett a Zeneóvi első foglalkozása. A kicsik megismerkedhettek a magyar népdalok világával és a hangszerekkel. Újra kinyitotta kapuit a Zeneóvi a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az ideérkezők között akadt olyan, akit már kicsikora ellenére érdekel a művészetek világa. Jenei Brigitta Réka és 5 éves kislánya Barbara először látogatott el a művelődési házba, és tervezik, hogy a további programokon is részt vesznek. Már nagyon kicsi kora óta szeretett énekelni, rajzolni, és hát kerestünk neki egy énekes foglalkozást, ugyanis rajzos foglalkozásunk már van, és hát ezt találtuk. De nem csak fehérvári gyerkőcök vettek részt az első foglalkozáson. A 4 éves Ivett és nagymamája Gárdonyból érkezett. Céljuk pedig az, hogy fejlesszék a kislány ritmusérzékét, zenei képességét. Egyelőre az, hogy ő jó a ritmusérzéke, ezt vettük észre. Különböző dalokat le tud dobolni, úgymond fakanállal. Tehát ilyen szinten csak még komolyabb nem, úgyhogy ez nagyon kezdeti stádiumban van még nála. A zeneóvis foglalkozások mindig nagyon népszerűek a kicsik és a felnőttek körében egyaránt, hiszen nem csak számos készségüket fejleszthetik a gyerekek ilyenkor, de szüleikkel is eltölthetnek egy jó hangulatú délutánt. A zeneóvis foglalkozások keretében pedig hát a gyerekek népi gyermekjátékokkal, dalokkal, mondókákkal ismerkedhetnek meg, fejlesztjük a zenei képességeiket. Az énekkel, játékkal töltött egy órában a hangszerek világát is megismerhették a gyerkőcök, akik így a későbbiekben nagyobb tudatossággal választhatják ki az érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő hangszert. A gyerekek nagyon szeretnek járni, kipróbálhatnak sok-sok hangszert, kézbe vehetik őket, megszólaltathatják, illetve hát a szülők pedig szerintem nagyon örülnek annak, hogy játékos keretek között megismerkedhetnek a magyar hagyományokkal. A délutánok egészen a tanév végéig tartanak majd, ahol Varró János és Bergerné Szűnyi Anna zenepedagógusok kalauzolják el a gyermekeket a zene világába. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.